Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Szent Anna és Jaume gimnáziumban, és hamarosan a katasztrófavédelem munkatársai fognak egy előadást tartani, hogy miről is van szó. Pontosan arról Vízkerti Erzsébettel, az iskola pedagógusával beszélgetünk. Úgy tudom, hogy nem egy ilyen alkalom lesz ebben az tanévben most önöknél, de mi is ez pontosan? Az iskolai közösségi szolgálat megnyitó foglalkozásaira kerül most sor. De mi is pontosan ez az iskolai közösségi szolgálat? Törvények írják elő, pontosan a 110/2012-es kormányrendelet, valamint a 20/2012-es EMMI rendeletnek a 133. paragrafusa írja elő, hogy minden 9. évfolyamos diák, jelenleg 9-es évfolyamos diáknak 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesíteni az érettségi vizsga megkezdéséig. Ez a közösségi szolgálat akkor nem önkéntes munkát jelent, amire úgy többen gondolunk, hanem mi mindent akar ez? Az önkéntességtől ez egy kicsit tágabb fogalom. Önkéntes bárki lehet, és bármilyen jellegű tevékenységet folytat. A közösségi munka annyival több az önkéntességen, hogy ennek pedagógiai dimenziója van, ami azt jelenti, hogy a közösségi szolgálat befejezése után pedagógiai feldolgozást tartunk a tanulókkal. 5 óra felkészítő foglalkozás előzi meg ezt a szolgálatot, és 5 óra befejező foglalkozás, ahol a tanulók elmondják élményeiket, tapasztalataikat, és így történik meg a pedagógiai feldolgozás. Ezzel azt szeretné elérni a törvény, és jó magunk is, pedagógusok ezzel maximálisan egyetértünk, hogy a tanulóknak szociális érzékenysége, segítő magatartása jobb irányba mozduljon el. Tehát akkor ez az önkéntes munkának az első állomása, hiszen utána még bárkiből lehet önkéntes, az ön szavait idézve, de itt megtanulja, hogy hogyan kell és miként lehet elindulni, és mik azok a fontos dolgok, amit be kell tartani egy ilyen munka során. Így van, ez éppen ezért szervezett keretek között folyik a tanulók számára. Koordináló pedagógusok vannak erre a munkára kijelölve, akik megszervezik, lebonyolítják, dokumentálják a tanulók közösségi szolgálatának óra számait. Most a katasztrófavédelem van itt, de úgy tudom, hogy nem csak velük fognak ilyen találkozókat szervezni, kik lesznek még itt. Nagyon sok előkészítő munka idézte meg ezt a mai előadássorozatot, ugyanis feltérképeztük a karcagi intézményeket, egyesületeket, olyan lehetőségeket kerestünk, ahol a tanulóink ezt a közösségi szolgálatot el tudják tölteni. Jelenleg most a katasztrófavédelmi területen történik a megnyitó előadássorozat, de már kapcsolatban vagyunk más intézményekkel, úgy mint a Dériné Művelődési Otthon, a óvodákkal, bölcsődékkel, óvodákkal, általános iskolákkal, ahol esetleg korepetálást tudnának vállalni tanulóink, vagy pedig táborokban közösségi szolgálatot tudnának teljesíteni. Még a Vöröskeresztre is gondoltunk, velük még tartanak a megbeszélések, az egyeztetések. Akkor ez tényleg egy sokrétű munka lesz, mi jó munkát kívánunk a 9. évfolyam tagjainak. Köszönjük szépen! Én is köszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy ez a közösségi szolgálat betölti azt a célját, amit a törvények is előírnak, és amit mi is nagyon szeretnénk pedagógusok elérni. Lévei Kálmánnal, a karcagi kirendeltség vezetőjével beszélgetünk. Úgy tudom, hogy önök több előadást fognak tartani a diákoknak. Hogyan készültek erre a mai napra? Örömmel készültünk, és nagy várakozással állunk az új feladat elébe. Ez a közösségi szolgálat ugye eddig nem volt, és most jött egy ilyen alkalom, amikor mi is bemutatkozhatunk a tanuló ifjúság előtt, és nem csak, hogy bemutatkozhatunk, hanem feladatot is adhatunk nekik, és próbáltuk összeszedni úgy magunkat, hogy itt az első alkalommal be tudjuk mutatni, hogy mire is vállalkoztak ők, mert én azt gondolom, hogy sokan nem tudták, hogy mire vállalkoznak. Hát nem akarjuk őket megfélemlíteni, inkább kedvet csinálni, és egy-egy rövid szakterületi bemutatkozással eléjük állni. És hát aztán meglátjuk, hogy a következő 50 órájuk ebbe a közösségi szolgálatba hogy telik.
És hogyan fognak önök biztosítani nekik erre a lehetőséget? Tehát mit csinálhatnak önöknél majd, ha jelentkeznek erre a közösségi munkára? Igyekszünk bemutatni minden szakterületünket, tehát ahogy elmúlt évben létrejött az integrált katasztrófavédelem, és ebben ma már nem csak a tűzoltóság tartozik bele egyik oldalról, hanem a régebbi értelembe vett katasztrófavédelem és egy új értelembe vett katasztrófavédelem is, tehát a polgári védelem is benne van, a tűzoltási szakterület és a iparbiztonság a kritikus infrastruktúra védelmével egyetemben, és hát a tűzmegelőzésből is egy hatósági osztály jött létre, akinek jóval erőteljesebb, kibővült feladatköre van. Ezeket kívánjuk bemutatni a gyerekeknek, de nem csak hogy bemutatni, hanem hogy érzékeljék is, hogy miről van szó, munkába bevonni őket, és hát a tűzoltóságnál pedig a mindennapi munkába igyekszünk őket bevonni. Hát azt majd meglátjuk, lehet, hogy tűzoltásokhoz, balesetekhez is ki tudjuk vinni, ha van olyan szerencséjük, hogy épp akkor vannak ott, hogy azt is lássák közelről, hogy milyen ez a tevékenység. Nem titkolt szándékunk, vagy reményünk az, hogy a utánpótlás áll előttünk. Hát azt hiszem, hogy ez fontos is, hiszen ebből az iskolából azért vannak most is olyanok, akik ott dolgoznak a katasztrófa védelmén, meg a tűzoltóságon, akik itt végeztek, sőt eredményesek is voltak, versenyeztek is, tehát azt hiszem, hogy ez az első lépés ahhoz, hogy hasonlóakat tudjanak innen is kinevelni maguk közé. Így van, hisz annak idején, amikor úttörő tűzoltókkal foglalkoztunk 80-as években, akkor is mondták, hogy miért ölünk bele ennyi energiát, szinte a munkától vesszük el az energiát, és mondtam, hogy és az utánpótlással mi van? Ne olyanok jöjjenek ide dolgozni, akik azt sem tudják, hogy mi fánterem a tűzvédelem, hanem az, aki már valahogy közelről megtapasztalta. És abból a csapatból, azokból a csapatokból is nagyon sok tűzoltó lett konkrétan közvetlen helyettesem, Sorti Gábor is, vagy Vajó Attila is itt tanult valamikor, és így tovább sorolhatnék többeket, tehát ez fontos. Úgyhogy, de ők még akkor általános iskolások voltak. Itt most középiskolásokról van szó, akik sokkal közelebb állnak a pályaválasztáshoz már, sokkal komolyabban kell gondolkozniuk a jövőjükről, és mi itt egy alternatívát is kínálunk nekik, hisz a Közszolgálati Egyetemen van katasztrófavédelem szakirány, ahol el lehet tölteni, vagy meg lehet tanulni ezt a szakmát, minden ágát, bogát, és aztán a tártkarokkal várja az ország katasztrófavédelme, hisz egy kibővített feladatkörhöz jó képzett szakemberekkel, és bizony sok szakember kell, hogy ezt a nagy feladatot el tudjuk látni, amit ránk mért a jogszabály. Reméljük, hogy innen lesznek olyan diákok, akik ennek az előadásnak a kapcsán határozzák el, hogy itt szeretnének a későbbiekben dolgozni, úgyhogy hasznos mai délután kívánunk önnek. Köszönjük szépen, és hát bízunk benne, hogy sikerül velük azt a részt is megtanítani, megmutatni, hogy közösségi dologról van szó, és azt is, hogy szolgálatról van szó, tehát itt egy hivatásról beszélünk, és nem csak néhány kellemes délutánról van itt szó. Bízunk benne, hogy megfelelünk az elvárásoknak, az ő elvárásaiknak is, és viszont mi is azt kapjuk, amit várunk tőlük. Köszönöm szépen. Így legyen, köszönjük szépen.